Sziasztok, fiúk, lányok! Fejtetek szörnyeket ma már? Mert ha nem, akkor itt a kiváló alkalom, ugyanis ez itt első látásra a Lobotomy Corporation, ami egy roguelite elemekkel tarkított szörny tamagocsi, avagy szörnymenedzser játék. Beszédes a név, a lobotómia ugyanis nem más, mint egy durva beavatkozás, ahol a páciens agyát szándékosan roncsolják, hogy utána gyakorlatilag egy darab káposztára hasonlítson az ember, de legalább nem tesz kárt sem magában, sem másokban. És itt is valami hasonló vár majd ránk, legalábbis egy átvitt értelemben, ugyanis a feladatunk nem más, mint egy titokzatos intézet menedzsmentjét átvenni, ahol különféle rémségeket, aberrált szörnyeteket és földön túli entitásokat szállásoltak el, ezeknek az entitásoknak a karanténozása, valamint tanulmányozása lesz a feladatunk, és az energiáik lecsapolása, amiket aztán egyéb módokon hasznosíthatunk majd. A játék néhány hete került ki Early Access-ből, és egy ázsiai fejlesztő csapat munkásságát dicsérik, és itt hangsúlyoznám, hogy ázsiai fejlesztésű a játék, ugyanis fura lett. Na jó, nagyon fura lett a játék több aspektusból is. Kezdve ott, hogy az angol fordítás helyenként röcögős, de itt hangsúlyos inkább maga az egész játék kinézete, tehát nézzétek meg, ilyen kis manga kreatúrákkal fogunk végig diskurálni, akik egyébként az intézetben található mesterséges intelligenciáknak a horoglam kivetülései a sztori szempontjából, akik az intézetben dolgozó húsvér emberi alkalmazottakat erőszeretettel küldik majd a halálba, őket egyébként szefiráknak hívják, ezeket a hologram mesterséges intelligencia kivetüléseket, és azért számos fajtájukkal fogunk majd találkozni így a sztori folytán. Egyébként a sztori meg így azt kell mondjam, hogy nagyjából hogy a felénél, egyharmadánál tartok, és egyre érdekesebb, tehát szép lassan így kezd bevonni a játék, hogy érdekeljen a története is. Na, és a dolog lényege, hogy mi nekünk ezt az intézetet kell menedzselnünk, és ebből fakadólag, tehát maga az egész sztori, a kinézet és a hangulat is már nagyon sok ázsiai elemet von maga után, de akkor még nem beszéltünk a rémségekről sem, tehát ott aztán gyerekek, tehát így az ázsiai horror mitoszoknak így a velejéből merítettek, sőt még azon túl is, tehát annyira elgarult a készítők gyógyszer, tehát van itt minden, tehát nagyon jó entitás kivetülés, aki ilyen végtelen történetekkel kergeti az őrületbe a hallgatóságát, akkor statikus zörej, egy zenegép, ami konkrétan bedarálja az emberkéket, akkor egy vércse, vagy hát egy madárka, kis madár, akkor egy könyv, ami emberi bőrből készült, akkor egy szamuráj páncél, ami életre kelt, akkor egy fa, ami vérrel táplálkozik, meg egy kutyuládé, akivel ha nem vigyázunk, akkor egy hatalmas nagy bestia lesz és széjjel tép mindenkit, és ezek azok a lények, akikkel itt találkozhatunk, de ez csak egy töredéke a teljes lény arzenálnak, ugyanis ahogy megyünk előre, és ebben áll a roguelike aspektusa is a játéknak, egyre több és új lényt oldhatunk ki és ismerhetünk meg. Na most elején semmit nem tudunk a lényekről, tehát kapunk minden pálya elején 3 konténert, amik közül egyet választatunk zsákba macska módjára, és semmit nem tudunk a konténerek tartalmáról, hogy mi lapul bennük. Csak azt látjuk, hogy a konténernek van egy számsor a tetején, illetve alatta egy kis szöveg, ami halvány utalásokat tesz arra, hogy nagyjából mi lehet benne, de ha csak nem egy Wikipédia mellett játsszuk a játékot, halványilag gőzünk nem lesz arról, hogy mivel állunk szemben. Viszont, hogyha tanulmányozzuk a lényeket, akkor szép lassan felfedik magukat előttünk, és legközelebb, ha már jönnek szembe velünk így a konténerbe, akkor már látni fogjuk őket, és akkor mondom, 100 körüli a lények száma a játékban, tehát nagyon-nagyon változatos lett, és hát kellőképpen elborult. És nem utolsó sorban azért is ázsiai játék, mert számos olyan metajátékbeli kikacsintás és negyedik fal bontogatás van benne, amit én utoljára a Nier Automatánál értem tetten, és ez egy nagyon szimpatikus vonása én szememben az ázsiai játékoknak, hogy így tényleg nagyon újszerűen és kísérletezően közelítik meg ezt a videójáték műfajt, és ez számomra nagyon-nagyon tetszetős. Na jó, akkor kezdjünk is, vagy hát folytassuk a játékot, amit én már megkezdtem, a 20. napon járok benne.
Ez itt a különféle küldetések közötti felkészülő képernyő. Itt látjuk a különféle részlegeket, jelenleg 4 részleg van kioldva nálam, a kontroll, az információs, a tréning és a biztonsági részleg. Itt a részlegek között van lehetőségünk áthelyezni az alkalmazottainkat ezen a képernyőn, menet közben nem. Tehát ami módosításokat itt küldetések között tudunk megcsinálni, azt menet közben nem, és ezért érdemes már jó előre felkészülni itt és eltervezni, hogy hogyan is fogunk nekiállni az adott napszaknak. Na most hozzátenném, hogy a játéknak egy fő aspektusa, hogy az elején főleg, de lövésünk nem lesz arról, hogy mit és hogyan kell csinálni. Van benne egy tutoriál, ami így az alapokkal így tisztába hoz minket, de alapvetően az, hogy a szörnyeknek a gondozása és kezelése, az hogy történik, az teljes rejtély lesz, valamint még itt nagyon sok olyan dolog lesz, ami így nem lesz egyértelmű. Tehát, hogy mi az a tet, mi az a zain, mi az a he, mi az a vav, meg mi az a nun itt. És ezekre így fokozatosan kell rájönnünk, túl azon, hogy a szörnyeket ki kell ismernünk. És én úgy gondolom, hogy ez a játéknak így a velejárója ennek, tehát hogy ez így a koncepció része, a megismerés és a kitapasztalás, és hogyha így vesszük, akkor már nem olyan gáz a helyzet. De persze, én azt aláírom, hogy ez nagyon sokakat valószínűleg így az első fél óra után el fog rettenteni, de én javaslom, hogy érdemes megnéznetek legalább ezt a videót róla, valamint adni neki egy esélyt, hogyha megtetszett, mert utána, ha így rájöttetek a dolgok működésére, akkor utána nagyon-nagyon érdekes lesz ez a játék, higgyétek el. Na, mit látunk itt még? Tehát az alkalmazottakat tudjuk mozgatni a részlegek között, viszont a lényeket nem. Azok fixek, eltekintve egy-két különleges lénytől, például itt van ez a Plague Doctor, akinek a képessége, hogy így vándorol a részlegek között, és kicsit így átrendezi a dolgokat, de alapvetően az a feladatunk, hogy ha már ismerjük a lényeket, hogy itt a legoptimálisabban elhelyezzük melléjük a megfelelő gondozókat, akik tudnak egyébként menni más részlegekhez, csak az egy kicsit több időbe tart majd, illetve hogy megfelelően felszereljük ezeket az alkalmazottakat. Itt ez a Noon, ez azt mutatja, hogy ez lesz a legnagyobb szívás, amivel találkozhatunk, ez egy napszak, tehát dél. Reggel, dél, este és éjfél, ez a 4 napszak van, és mindegyik napszaknál, ahogy telik az idő a küldetés közben, egyre durvább dolgok fognak elszabadulni az intézetünkbe, és ez mutatja, hogy ez egy ilyen közepesen durva dolog lesz majd, hogyha egy előre haladtunk a küldetéssel. A lobby point, ezeket így a küldetések befejezésével tudjuk majd gyűjteni, ezekkel tudunk alkalmazottakat fejleszteni, ha így ide kattintunk, 4 érték mentén. Én maradnék a színeknél, mert úgy egyszerű, tehát piros, fehér, lila és kékezzöld, szóval ezt a 4 értéket tudjuk fejleszteni ezekért a pontokért, illetve bérelhetünk új alkalmazottakat, amire most nincsen pontom, de itt tudjuk gyakorlatilag így feltölteni az intézetünket, hát a darálásra felkészített hús mennyiséggel, mert gyakorlatilag itt hullani fognak az emberek, mint a legyek. Apropó, még abban a szempontból is elég ázsiai lett, hogy így eléggé nagy gorefest van. Tehát így, ha elszabadul a pokol és kiszabadulnak ezek a lények, akkor beindul a darálás, és ezek a kedves kis ákombákon figurák így cafatokban kötnek ki a folyosókon. Amiket itt még csinálhatunk, felszerelhetjük az alkalmazottainkat különféle ego fegyverekkel és ego páncélzakkal, amiknek itt látjuk, hogy mi az, amikkel szemben, melyik sebzés típussal szemben ellenálló, mert úgyis a lények is ilyen sebzés típusokkal tudják bántani az alkalmazottainkat, illetve melyekkel szemben gyengébbek, illetve ugyanez igaz a fegyverekre is, hogy milyen sebzés típusa van, mennyit sebez, milyen gyorsasággal és milyen hatósugárban, tehát vannak távolsági meg közelharc fegyverek, illetve itt láthatjuk, hogy milyen típusú lényektől kaptuk ezeket a fegyvereket. Ugyanis a lényeket elsősorban azért is tartjuk, hogy ezeket a felszereléseket szép lassan begyűjtsük tőlük. Szóval, hogyha mindennel így megvagyunk, elhelyeztük az alkalmazottainkat, felszereltük őket, akkor utána el is kezdhetjük a napot. És akkor itt volnánk a Lobotomy Corporation. Először is minden részlegnek van egy szíve, egy központi helyisége, itt vannak, itt lebzselnek alapesetben az alkalmazottaink, és itt jól érzik magukat. Itt ez a csík folyamatosan töltődik, és minden egyes alkalommal, amikor így a végéhez ért, akkor gyógyítja őket, egyrészt a piros életerejüket, másrészt a kék józan eszüket tölti vissza, mert ugyanis mind a kettőt bántják ezek a lények, hogyha bemennek hozzájuk. Felette pedig ez a szintje az adott helyiségnek, és mindegyik helyiség, mindegyik részleg más-más bónuszokat biztosít az aktuálisan benne állomásozóknak.
és ez is idővel fejlődik majd. Illetve majd elfelejtettem, vannak itt nekünk küldetéseink, amik így átívelnek, tehát ez is a metajátéknak a része, tehát átívelnek az egyes napok között, ha teljesítjük őket, vagy ha nem, és hogyha teljesítjük őket, akkor ilyen passzív fejlesztések közül választhatunk, amik meg nagyban elősegítik a sikerünket, és kell is őket csinálni, mert máskülönben egy idő után nem fogunk tudni boldogulni a szörnyekkel, ha nincsenek meg a kellő fejlesztések, és akkor itt kerülnek be olyan fejlesztések a játékban, mint például az időgyorsítás, vagy az idő megállításának képesség. És ezért is mondtam, hogy ázsiai a játék, tehát hogy így ezek az interfészek és egyéb ilyen képességek fokozatosan kerülnek majd ide elénk, és ennél fogva az elén a játék nagyon egyszerű és letisztult, aztán szép lassan elbonyolódik majd, és lesznek nagyon menő képességeink is. Akkor itt vannak a különféle entitások, ilyen kis cellákba zárva, itt van például, ez konkrétan egy hurkatöltő, ez az éneklő masina. És hát nem véletlenül. Itt van a kutyuládé, nagyon cuki. Itt van a Plague Doctor, aki gyakorlatilag egy ilyen szárnyas angyalkára hasonlít. De aztán vannak itt még nagyon elborult dolgok is. Tehát így egy ilyen hatosikrek. Ő a fekete hattyú álma. Nem tudom, hogy mi köze van még a fekete hattyúhoz ennek a hat csávónak, de hogy ezek se százasok, az is tuti biztos. Akkor itt a fa, ami vérrel táplálkozik, hagyj ne mondjam, hogy az alkalmazottaink vérével, ha rosszul sülnek el a dolgok. És igen, itt, na igen, ez konkrétan a legelső lényünk, egy koponya, tövis koszorúval és egy keresztel átdöfve, gyakorlatilag a legártalmatlanabbak egyike. Itt van a vércse, kis madárka a fán. Meg aztán még egyéb. Jaj, meg vannak tündéreink is. Meg itt a nagyanyó. Forever Alone. Na, és itt mellette még ilyen kis NPC-k így karistolnak. Igazániból ők gyakorlatilag az élő pajzs hadművelet. Tehát ha elszabadul valami, akkor ők lesznek az első áldozatok, akiket bedarálnak így nagyon rútul a folyosókon. Mit látunk a lényeknek a szobái felett? Alapvetően ha már ismerjük, tehát eleinte itt ilyen kérdőjelek vannak, ja hát ezt megmutat, tehát így fest alapvetően egy lény. Ez egy nagyon brutális lény, tehát ide egyszer beküldtem valakit, és így darabokba jött ki, utána meg elszabadult a lény, és így az egész intézetet ledarált, szóval őt így nem bántjuk. De szóval így semmit sem tudunk a lényről, és ha így belekattintok a lénynek az információs paneljére, itt is semmi nincs, csak pontokért feloldható információs táblák. És akkor ezért kell a lényeket tanulmányozni, hogy pontokat gyűjtsünk, amiket elkölthetünk a lény megismerésére, majd később fegyverek és egyéb hozzávalók legyártására. Nézzük meg például ezt a parazita fát, hogy mit látunk itt. Itt ez jelöli a lénynek a szintjét, és itt 4, vagy nem 5 szint különíthetünk el. A zöld, az gyakorlatilag ilyen nagyon ártalmatlan, sőt, sokszor még jótékony hatású szörnyeteg, vele nem lesz sok problémánk, és őket kapjuk a játék elején főleg. A kék egy fokkal már nehezebb, vele már lehetnek problémáink, és bánthatják az alkalmazottakat. A sárga a következő, most keresek egy sárgát, igen, a húsdaráló, na ez már konkrétan könnyen megölhet valakit, hogyha nem vigyázunk és a nem megfelelőképpen nyúlunk hozzá, tehát érdemes vele vigyázni. Őket követi a lila, tehát ők már így tömeggyilkolásra képesek, hogyha nem vigyázunk velük, és ennél brutálisabb pedig a piros, ő itt egy piros lett, tehát ez konkrétan cenzúra. Tehát ez így néz ki, tehát ez ilyen cenzúra sávokból összeállt lény. Tehát nem azért, mert nem látjuk még, hogy mi a lény, hanem ez konkrétan így néz ki ez a lény. És a pirosak konkrétan az egész intézetünket romba dönthetik, hogyha nem vigyázunk, és akkor kezdhetjük újra a játékot, úgyhogy velük aztán tényleg nagyon érdemes vigyázni. Akkor itt mellette látjuk, hogy hány pont van jelenleg összegyűjtve nála, és itt pedig megkapjuk az információkat az adott lényre. Ezeket ugye, még egyszer hangsúlyozom, a pontokért oldhatjuk ki. Tehát láthatjuk, hogy milyen szintű lesz a lény, hogy hívják, milyen támadás típussal mennyit sebez, ha esetleg nem tetszik neki valami a kezelés közben, hány pontot tudunk maximálisan egy session alatt begyűjteni tőle, illetve hogyan értékeli a kezeléseket attól függően, hogy hány pontot gyűjtöttünk nála. Ha 7 vagy annál kevesebbet, akkor nagyon nem tetszik neki valami, és ez rövid úton, de kellemetlenségekkel fog majd járni. Itt, hogyha így elmegy, és itt, amikor így nagyon örül. Itt fölül különféle tippeket oldhatunk fel a lényről, amiket érdemes megtenni, mert ha csak nem Wikipédiát olvasunk, nem fogjuk ismerni az adott lénynek a tulajdonságait. Például ez a fa,
azt csinálja, hogy ha nem foglalkozunk folyamatosan vele, akkor, hanem más lényekkel, akkor becsábít magához random alkalmazottakat, és spórákat ültet el az agyukban. Amivel még nincsen semmi gond, viszont hogyha 5 spóra összegyűlik, és ez a lény mérges lesz, akkor átváltozik, és a spórás emberekből pedig fákat növeszt, konkrétan, és ezzel megöli őket, és ezek a fák ott fognak garázdálkodni szanaszéjjel az intézetünkben, tehát nem tanácsos vele nagyon kekeckedni ebből a szempontból. Itt feloldhatjuk, hogy melyik típusú kezelésre, tehát a 4 szín közül hogy reagál, és minél jobban, magasabban reagál egy adott dologra, annál inkább azt kell erőltetni nála, és itt még szintenként is bontja a játék, hogy hányas szintű emberkét érdemes beküldeni hozzá. Itt ez mutatja, hogy mi történik akkor, ha elszabadul, még nem történt ilyen szerencsére. Itt és bizonyos lények random adhatnak bónusz felszereléseket is, amikkel ugye tovább erősödik a karakter, hogyha mondjuk így kidobja nekik. És végül, de nem utolsó sorban, ezek azok a felszerelések, amikért főleg dolgozunk, gyakorlatilag vértek és fegyverek, amiket jó sok pontért megvásárolhatunk, vagy hát így előállíthatunk a lényekkel történt munkával. Hogyan küldhetünk ide egy szerencsétlent? Itt választhatunk így belekattintva, hogy melyik kezelési módot részesítjük előnyben, illetve hogy kit küldünk be hozzá. Itt látjuk a dolgozóknak a szintjét, illetve hogy az egyes képességekben mennyire jártassak, életerő és józanész, illetve hogy mekkora eséllyel lesz sikeres a kezelés, és mennyi időbe fog tartani, ez így másodpercben értendő. Na már most, én erre a szörnyre Lavernét szántam, így dedikálta, tehát egyértelmű, hogy ő fog menni ide. És minden egyes alkalommal még egy dolog, amire érdemes figyelni, jó, elkezdem közben így csapatni. Ide mondjuk küldjük be, azért csinálom ilyen Angelt, azért csinálom ilyen magabiztosan, mert ezekkel már így volt dolgom az előző küldetések alapján, és így kiismertem. De például ez egy nagyon érdekes ez az éneklő masina, mert hozzá csak olyan emberkéket küldhetünk be, ez mint utóbb derült ki számomra, akiknek... 4-nél kevesebb piros értéke van, de legalább 2 lila. Mert ha nem ilyen emberkéket küldünk be, tehát 4 vagy annál magasabb a piros, vagy 2 vagy annál kisebb a lila, akkor függetlenül attól, hogy mennyire volt sikeres a kezelés, bedarálja őket. Na itt például sikeres volt a kezelés, és itt bespórázta a szerencsés alkalmazottunkat, és van egy kis idő, amíg el kell tennie, amíg újra kezelésbe vehetjük. Itt is zajlik a kezelés, Angel dolgozik. Tehát konkrétan rá kellett jönnünk, és ez ilyen trial and error tanulás sok esetben, de tényleg annyira változatos és annyira lehetetlen némelyik lénynek így a képessége és a viselkedése, hogy ezek nélkül az információs nélkül, illetve a Wikipédia nélkül, ha valaki arra vetemedik, szinte esélytelen, hogy normálisan kezelni tudjuk őket. Közben folyamatosan sérült is. Na, itt mellette látjuk, hogy hány pontot gyűjtöttünk össze az adott kezelés alatt. Ez a piros pedig az, hogy hány rossz pontot. A rossz pont az gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy a lény a rá jellemző támadással bántja az adott illetőt, és akkor vagy a HP-ja, vagy a józanesze, vagy mind a kettő sérül, és az ilyen durvább lényekhez ennél fogva ajánlott beküldeni táposabb emberkéket, mert a hosszabb kezelés ugye több sérülést eredményez, ami rövid úton elhalálozást fog eredményezni. Jó, próbáljuk meg most ezzel a másik fajta kezelési móddal, lehet, hogy ebben jobban reagál, és így jó sok pontot gyűjthetünk be. Jó, és hozzájuk is visszaküldjük megint Angelt. Jó, és akkor ez is menjen. Közben itt, a bal felső sarokban, ez a zöldség mutatja, hogy az adott napon mennyi ilyen szörnypontot kell begyűjtenünk, és akkor léphetünk tovább a következő szintre, vagy a következő napra. Ez a mai kvóta gyakorlatilag. Tehát ezt kell így megtöltenünk, és akkor van vége a pályának, és akkor örülhetünk. Alatta pedig a karantén, illetve hogy mennyire gyengül a karantén, ugyanis minden egyes alkalommal, ha valakit beküldünk egy rémséghez, egy ilyen pont töltődik, és hogyha eléri a csík végét, akkor elszabadul valami. Első körben itt írja, hogy 2 darab ilyen klipot leolvadás lesz. Na most ez a klipot, ezt se tudtam hova tenni az ellen, hogy mi az a klipot, de ezt most hanyagoljuk is. Tehát ez a kis számláló mutatja, ez itt a klipot. Tehát hogyha ez lecsökken nullára, akkor elszabadul az adott lény, vagy valami szarságot fog csinálni, az garantált. Na most ez csökken, és mindegyik lénynél más miatt csökken, de hogyha ez itt feltöltődik, akkor itt esetünkben 2 lény, az biztos el fog szabadulni.
Úgyhogy erre oda kell figyelni. Na, itt például a Nagyinál, mert őnek is az az egyik tulajdonság, hogyha nem megy be valaki folyamatosan hallgatni a meséit, akkor csökken. És ha lecsökken nullára, akkor ez a magányosság fellege, ez így bemegy, és ha beküldök most hozzá valakit, mondjuk beküldöm hozzá Hanzót, akkor ez a felleg rárakódik, és magányosan fog tengődni a folyosón, és közben az agya az így szépen ledegradálódik, egészen addig, amíg ez a debuff le nem esik róla, vagy nem segítünk neki valahogy. Hát most ő ezt túl fogja élni valószínűleg, de most Hanzo így jelenleg így pánikrohamok közepette vergődik, és nem is fogjuk tudni hasznosítani őt, és folyamatosan sérül az agya neki. És közben meg itt látjátok, folyamatosan töltődik ez a csíkocska. Na most még ezt a passzújt kéne szerintem így kicsit még bátorítani Lavernével, és utána beküldök valakit a kutyuládéhoz, és azzal feltöltöm a csíkot, és el fog szabadulni a pokol. Vagy legalábbis egy kicsit el fog szabadulni. És ilyenkor be kell küldeni valakit azokba a cellákba, ahol kitörés gyanús az adott entitás, és imádkozzunk, hogy például ne ezek jöjjenek ki, mert akkor az gyakorlatilag az egész intézetünknek a végét eredményezi, vagy pedig nagyon gyorsan megpróbálhatjuk még teljesíteni valahogy a kvótát, mert ugyanis ha tovább lépünk a következő napra, akkor lehetőségünk van resetálni ezeket a lényeket, legalábbis a legtöbbét, mert ugyanis azt olvastam, hogy van olyan lény, aki konkrétan így a játékmentések közötti dolgokra is immunis, és gyakorlatilag nem tudunk így trükközni vele. Apropó trükközés, tehát roguelite a játék, és folyamatosan ilyen háttérmentéseket csinál, amiket az egyes napok elindításával írhatunk jóvá, tehát lehetőségünk van mondjuk, ha így totálisan katasztrófa áll be, újra kezdeni az adott napot, csak annyi, hogy visszamegyünk a főmenübe, és akkor kezdhetjük az egész napot az elejéről, ezzel semmi gond nincsen, sőt, nagyon sokszor hasznos lesz. Ugyanakkor ezzel egy kicsit lehet úgymond csalni is a játékkal szemben. Tehát, hogyha mondjuk nagyon bebuktuk az adott pályát, akkor egy-két kivételtől eltekintve rögtön visszamehetünk a menübe, és akkor újra kezdhetjük az egészet, és akkor nem buktuk be. Persze, ha valaki hardcore akarja tolni, na, és akkor már is itt van a leolvadás, és a két nyertesünk a tündérek. Most a tündérekről tudjuk, hogy erre a pirosra nagyon jól reagálnak, hogy be is küldöm hozzájuk mondjuk Rint. Illetve itt van ez a jegyzett tömb, hát ehhez is bárkit beküldhetek gyakorlatilag. Igen, vannak ilyen tárgyak, tehát a tárgyak azok megint másként viselkednek. Ezeket használni kell sokszor, vagy sok ideig, és akkor úgy fedik fel a képességeiket. Ez például egy jegyzettömb, amit magával kell vinni az embernek, és legalább 30 másodpercig magánál tartani, különben megöli. Tehát értsd, darabokra esik szét az emberke. És tanulmányoznia kell az adott embernek egy másik lényt, miközben a jegyzettömb nála van, mert különben, ha úgy rakom vissza vele, akkor is megöli. Jó fejek, nem? Na, közben a passz új megint reszetált, és tudok nála venni egy páncélt 60 pontért, úgyhogy akkor ezt meg is tenném. Ez már így egy egész durva cucc lesz, ahogy nézem. Jó, és akkor ide jöhet be megint Laverne. Ide a srácokhoz pedig Angel szokás szerint. Na, és akkor így néz ki egy átlagos session, hogy folyamatosan próbáljuk pörgetni minél hatékonyabban a pontokat, lehetőség szerint úgy, hogy az adott lények ne szabaduljanak ki, és az alkalmazottaink életben maradjanak, és közben töltődik ez a karantén, ami azt eredményezi, hogy biztos lesz valami gebasz az adott nap alatt, amit valahogy így meg kell tudnunk oldani. Most, ha nem vigyázunk, akkor láncreakció módjára elszabadulnak itt a rémségek, és gyakorlatilag bebukjuk az egész játékot, és ami nagyon tetszik, hogy ahogy fokozatosan bővül a játék, ezzel mi történt? Na mondom, tehát itt valami nagyon nincsen rendjén ezekkel az ikrekkel. Tehát ahogy fokozatosan bővül a játék, egyre több részlegünk lesz, tehát eleinte mondom, csak ezzel a sárga részleggel kezdjük, és ott is csak egy szörnyeteggel. Úgy egyre több lehetőségünk és tennivalónk is lesz, és pont mindig jól adagolja, én azt vettem észre a játék magát, tehát amikor már úgy kezdene repetitívvé válni, kiismerjük, hogy hogyan érdemes így kezelni az adott napot, és tényleg csak abból áll az egész, hogy így spameljük az adott két-három lényt, akkor pont hogy változik,
és valami új dologgal kell szembesülnünk. Maga az egész koncepció, hogy egy új lényt kell mindig megismerni, tehát ez vitt engem nagyon sokszor előre, hogy a sztorival és új lényekkel ismerkedjek meg, tehát nagyon ötletes, és nekem nagyon tetszett. Jó, csináljunk egy ilyen ruhát. Ruhákat azt mindig szeretjük, mert azok legalább így védik az alkalmazottakat. Legalábbis én szeretném ezt hinni. Jó, most beküldöm Angelt egy kis instinkt terápiára. Amit így kritikaként meg tudnék említeni, hogy tényleg, tehát a játék nagyon-nagyon körülményesen ismerhető ki eleinte, és egy Wikipédia valóban nem árt, hogyha valaki a sikerre hajaz. Viszont tekintve, hogy ez roguelike játék, és vele járója a kudarc, és lesz kudarc, ennél fogva, aki az ilyen típusú játékokat szereti, annak én nagy erőkkel tudom ajánlani, mert a nehézkes indulás ellenére ez egy nagyon tartalmas játék lett. És mondom, ilyen nagyon egyedi, ilyen ázsiai dolgokkal fűszerezve, amik így unikumnak számítanak így a játékok között mostanság még. A zene az egy idő után viszont monotonná válhat, azt elismerem. Megmondom, ezek a furcsa kiírások. De mindent összevetve ez egy nagyon érdekes, fura, nagyon fura játék, de rendkívül szórakoztató és tartalmas. És hát kinézetre én ezt nem értem, hogy miért nem mobilra készült első körben, mert tényleg ez simán lehetne egy mobil játék is. De tényleg, tehát így tudom ajánlani a Lobotomy Corporation-t mindenkinek, aki szeretne szörnyekkel tamagocsit játszani, csak itt éppen nem szomorú lesz a tamagocsi, hanem szétkapja az alkalmazottakat úgy brutálisan. Na, akkor szerintem így elbúcsúznék azzal, hogy az egyik legkemény... Na, itt például ez egy egyik dolog, hogy ide így beáldozni küldhetünk valakit. Tehát, hogy ilyen szinten, mondom, ilyen egyedi dolgokkal van tele a játék. Na, Lavernét ide beküldöm, ő elég táp. Elméletileg, ha ide 5-ös szintűnél alacsonyabb munkatárs érkezik, az instant megőrül, és elszabadul a lény. Reménytelen, ajaj, és mondom, tehát így elég durvákat kap Laverne. Mindjárt, gyerünk, így. Jó, Laverne megkattyózott, és a cenzor az kiszabadult. Na most igen, és ez lesz az, amit nem fogunk tudni megállítani. Most így ráküldhetem az egész intézetet, hogy intézzék el. Itt van egy kis real-time stratégiai elem. Most így mindenkit így ráküldök az egész intézetből, csak hogy lássátok, hogy ez mennyire kemény. És ilyenkor az a dolog, hogy így küldjünk mindenkit vissza. Na most így instant megőrült mindenki, és így hopp, így hullanak az emberek, mint a legyek. Mindenki megőrül szépen, és ilyenkor egymásnak is esnek. Ráadásul akit bedarált, azokból ilyen kis lényeket kreál, tehát hogy így önmagát sokszorosítja ez a dög, és még azokkal is el kell bánni. Hoppá, itt is instant őrültek meg az emberek, tehát ide csak ilyen 5-ös szintűeket lehet beküldni, és látjátok, hogy alig megy le a HP-ja, vagy semennyire se, csak max a kicsiknek. Hoppá, hát itt a daráló. Úgyhogy minden alkalmazottam meghal, vagy megőrül, úgyhogy ezt a pályát kezdhetem is előről. Viszont ez a Lobotomy Corporation, hölgyeim és uraim. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sok türelmet, kitartást, éppelmét kívánok hozzá, és akkor egy nagyon tartalmas és izgi játék lesz. Ha meg nem kenyeretek, akkor nézzetek másik után. Sziasztok!